Sziasztok, Laci vagyok, a Green Cat és DIY ezermestere, és ma belefogunk a karácsonyi projektekbe. Ezt a projektet mindössze néhány óra alatt megvalósíthatjuk, és egyedül is nekivághatunk. Egy egyszerű karácsonyfa formát fogunk készíteni, aminek persze talpa is lesz, ezekhez gyalult lécet fogunk használni, a legvégén pedig még fényekkel is felszereljük, úgyhogy kezdjük is el! Elsőként egy daraboló fűrész segítségével méretre vágjuk a gyalult léceket. Ha csak dekópír fűrészünk van, attól se féljünk, azzal is megoldható. A karácsonyfa oldalait 22,5 fokos szögben vágjuk meg. Mivel a fa csúcsa túlélet szögben találkozik, ezért ezt a szöget kézzel állítjuk be. A fa alját képző lécen előfúrunk és hozzá csavarozzuk a talp tartó lécét. Ezután alulról fölfelé építjük meg a fát, figyelve arra, hogy minden csavarnak fúrjunk elő, és hogy mind a két oldalon egyenlő lelógást hagyjunk. Amikor a második emelet is megépült, összerakjuk a fa csúcsát, a már eddig is használt módszerrel, és rögzítjük a fa tetején. A végén felcsavarozzuk a talpat, és jöhet az ápolás. Egy színtelen fa impregnálót használunk, amivel alaposan bekenjük az elkészült fát. A hátuljába apró szögeket ütünk, hogy legyen mihez rögzíteni az égőket. Feltekerjük rá, és már készen is vagyunk. Díszítheti akár a lakásunkat, vagy a kertünket is. A csatornán találtok további barkács videókat, iratkozzatok fel és csináljátok utánunk. További barkács tippekért keressétek az Obi Facebook és Instagram oldalát, ötlettől a megoldásig az Obival.